Két év múlva már egy egészen más kinézetű pályaudvarra futnak majd be a vonatok Békés Csabán. Egy 35 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően korhű állapotba kerül az állomás 150 éves épülete, átépítik a vágányhálózatot és megújul a környék is. A fejlesztés részleteiről péntek délelőtt tartottak helyszíni sajtótájékoztatót. Ezen Vantara Gyula Békés Csaba polgármestere a város történetének legnagyobb összegű beruházásaként beszélt a projektről. Kiemelte a Jaminai városrészbe vezető, feszített kábeles, kétszer kétsávos híd jelentőségét, mely nem csak funkcióját tekintve esik át jelentős változáson, hanem megépülte után várhatóan túlmutat majd önmagán. Hogy visszakapja Békés Csaba az egyik olyan égkövét, ékszerét a városnak, amely a vasútállomás volt és lesz is, és valóban gazdagodunk egy olyan felüljáróval, ami a 21. század Békés Csabájának talán jelképe is lesz. A megyei közgyűlés elnöke a beruházás jelentőségét méltatta. Farkas Zoltán elmondta, a megyei fejlesztési terv helyzetelemzésének az elkészültekor is számoltak ezzel a projekttel. Már a helyzetelemzés során, amikor készítettük a megyei fejlesztési terv helyzetelemzését, akkor úgy kalkuláltuk, hogy Békés Csabáig el fog érni a 160 kilométeres vasútfejlesztés, megújul Békés Csaba vasútállomás, és természetesen bízunk benne, hogy Európa egyik leterheltebb vasút vonala nem fog megállni Békés Csabánál, hanem az ország határig tovább fog menni. A fejlesztésnek köszönhetően Murany és Békés Csaba között is megvalósulnak a kétvágányú közlekedés feltételei. Ennek és a pályakorszerűsítésének köszönhetően fél órával csökken majd a menetidő Békés Csaba és Budapest között. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs vezetője kitért a vasútállomás megközelíthetőségét célzó elemekre is. Vonatról leszállók, azok közvetlenül akadálymentesítve, akár lifteknek a használatával eljutottak közvetlenül a busz megálló peronjaihoz is, illetve hát itt nyilván egy felújítás történik, tér a parknak a rendezése meg fog történni, új parkolóhelyeket telepítünk azért, hogy kényelmesebben lehessen parkolni, európai színvonalú módon lehessen megközelíteni az állomást. Az állomás előtt kialakítanak négy úgynevezett Kiss and Drive parkolót, ezekben egy percet lehet majd várakozni, aztán tovább kell hajtani. A programmal kapcsolatos kivitelezési munkálatok várhatóan 2015. december 30-án fejeződnek be.